Mindennapos ellátásra szorulnak ezek az idős emberek a Gáva Vencselői Szociális Központban. Ebben a bentlakásos idős otthonban teremtik meg számukra az öreg korhoz méltó megfelelő körülményeket. A legutóbbi hétvége mind számukra, mind az ott dolgozók számára ünnepi hangulatban telt, a mára más szolgáltatások széles körét nyújtó intézményt ugyanis kereken 10 éve hozták létre a nagyközségben. A mi intézményünk egy integrált intézmény, alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást is biztosít. Alapszolgáltatások közül étkezést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, tanyagondnoki szolgálatot, család és gyermekjóléti szolgálatot, és szakosított ellátás keretében pedig egy idősek otthonát. 25-en laknak az idősek otthonába, de mint intézménynek körülbelül olyan 350 ellátottunk van. Az elmúlt másfél év a szociális területen dolgozóktól is jelentősen több munkát és felelősségvállalást igényelt, mondta el beszédében a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár. Simon Attila István hangsúlyozta, Magyarországon naponta 600 ezeren veszik igénybe a szociális ellátórendszer valamelyik elemét. Hozzátette, a Gáva Vencselőihez hasonló intézmények az ellátás mellett nagyban hozzájárulnak a helyi közösség erősítéséhez is. Az államnak azt gondolom ebből a szempontból a szociális területen is az a feladata, hogy megfelelő szabályozással és megfelelő finanszírozással tudjon segítséget nyújtani a helyi igényeknek a legmesszebb menőkig történő kiszolgálásához. És mindennek az értelme persze az, hogy minél tovább azok, akik rászorulók, azok a családjukban, a saját mikrokörnyezetükben tudjanak élni, és ne az legyen a kimenet, hogy valamiféle bentlakásos intézménybe kerüljenek ezek a emberek. Gáva Vencselő polgármestere kiemelte, az intézmény dolgozói elhivatottan végzik munkájukat és folyamatosan képzik magukat. Berec János elmondta, a szociális központ mára már nem csak a helyi, hanem a kistérség más településeinek időseit és rászorulóit is ellátja. 10 évvel ezelőtt alakították ugyebár a szociális intézetet, mi az utóbbi 3 évben azért csavartuk még ezen a történeten, mert előtte mint Gáva Vencselői intézmény működött. Az utóbbi 3 évben azonban kinyitottuk ezeket a kapukat, és a környező településeket próbáljuk bevonzani a szociális szolgáltatási hálónkba, Balsát, Paszabot, Tiszabercelt, Ibrányt, jelzőrendszeres, nappali ellátást, tehát több-több olyan szociális funkcióval próbáljuk megtölteni a környéket, amiben mi úgy gondolom jók vagyunk. A térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, Magyarország továbbra is előregedő társadalomnak számít. Vinai Győző kiemelte, a koronavírus járvány rámutatott arra, hogy a szociális intézmények milyen fontos munkát végeznek, akiknek megbecsülés jár. Egyre több idős ember szorul rá a gondoskodásra. Az itteniek nem olyan régen egy demencia gondozó vizsgán is részt vettek, tehát állandóan képzik magukat, és ezzel a képzéssel itt Gáva Vencselőn ez a szociális munka, amelyet elhivatottsággal végeznek, most is figyelem hárult rájuk a koronavírus járvány idején, hát egyrészt az egészségügyi dolgozókra, másrészt az idős otthonokba dolgozókra, és példásan megoldották ezt a helyzetet. Az intézmény egyik legfőbb célkitűzése, hogy felújítsák az idősek otthonát, így az önkormányzattal közösen már dolgoznak azon, hogy megfelelő pályázati forrás álljon rendelkezésre a beruházáshoz.